Nem tudom, hogy meséltem el. Szerintem hallottam róla, hogy újszettéznek van, de sose töltöttem le, nem volt hely. Igen, igen, igen. És ugyanez volt a folyton basztatott, amíg egyszer csak elkövetett egyetlen nagyság. A toll paid in full. But before the king gondolom, elkezdtem beszélni a játékot, mert szörnyűen tudom. Mármint melyik játékot? Hát nekem mindegyük, mert ha valamit elkezdtél leszedni, vagy feltölteni, akkor nagyon laggolni, és én már amit fejlek. Ja, aha. Hát, bocsi. Elnézést kérek érte. Megpróbálom kiszedni a szavakat. Így jön, és így később küldi el a hangot, és olyan lassan beszélt, elmondott valamit, és egy csomót fát itt nálam, mielőtt jön a következő mondat. Akkor lassan beszélek. De, azzal nem megyünk előrébb. Épp ez volt a gond, hogy eddig is nagyon lassan itt a hangot. Ja, értem. Tehát akkor azzal nem vagyunk előrébb. Akkor várjál, azt gondolkodjak. Tök mindegy, ez most a szerencsém múlik, mert valamikor tök jól hallak, valamikor nem. Rendben. Akkor próbálom, akkor csak úgy mondom, jó? Aztán meglátjuk. Most épp hallok, igen, csak úgy mondjad mindenkit. Tehát, most nem mondom meg, a mi kis barátom, most miért nem azt mondtam, hogy mi kis barátom, gratulálok magamnak, jó vagyok. Szóval az én kis barátom, most XY-nak fogom nevezni, beszélt arról, hogy én játszok a Destiny-vel vele. Én meg mondtam neki, hogy oké, én ennek nagyon örülök, hogy ő akar velem játszani, kedves, de nincs rá helyem. És hogy addig várjon, majd ha lesz, letöltöm. És mondtam neki, mondta is, hogy oké. Na igen. És folyton mondogatta, hogy játsszak már vele, amíg egyszer csak nem követel azt a hibát, hogy azt mondta, hogy a Destiny hidd el nagyon, nagyon sok más játéknál jobb, mint amilyen szarokkal te ott a játszol. És akkor így mondtam, hogy na, itt álljunk meg, mondom, ez már túlzás. Mondom, ide figyelj. Attól függetlenül, hogy neked a Destiny 2 tetszik. És téged más játék nem köt le, csak a Destiny. No, arról én nem tehetek. Engem viszont más játék is érdekel. Per pillanat azok a játékok érdekelnek, amik fönn vannak a PSM-en. Engem most nem érdekel a Destiny, majd ha letöltöm, érdekelni fog. És akkor erre fölkapta a vizet, és megmondta, hogy én hogy mondok ilyet, hogy a Destiny szar. És mondtam neki, hogy a Destiny az nem szar. Nem szar a Destiny. Nem mondtam ezt. Csak annyit mondtam, hogy per pillanat most nem érdekel, mert nincs letöltve. És szerinted megértette? Nem. Ő besértődött ezen, kilépett a partiból, és figyelj, ennek lett folytatása. Mert ezután ő bocsánatot kért, hogy a munka miatt. Mondtam, hogy oké, jó, rendben van. De a következő alkalom az már máshogy volt. Méghozzá úgy, hogy én igazából beszélgettem egy másik barátommal. Nem mondom az ő nevét. A lényeg, hogy vele nagyon jobban vagyok még most is, illetve próbálok, csak most elkaptam egy hírt, majd azt is elmondom. Tehát, ugye megmondtam, hogy szar, ezen összevesztünk, talán egy hét múlva, vagy két hét múlva beszélek a barátommal, és megszólal, hogy ilyen akar jönni, meg be akar hívni valaki mást, és akkor bejön. Erre mondja amikor bejön, hogy na, hívjátok be ezt a gyereket, ő is utálja Eriket, a barátomat.
És mondom, ő is. Mondom, az hogy lehet? Mondom, ki, miért mondom? Mert volt egy korszak, amikor a kis barátom, meg az Erik nagyon rosszba voltak. Akkor is van félreértés miatt lehetett, nem tudom, akkor nem voltam úgy. Én kimaradtam a balhéjukból. A lényeg, hogy ő is utálja Eriket most már. És akkor így, beszélget, és egyszerűen megszólalok, mert igazából én csak így hallgattam, mert éppen ettem, és akkor utána megszólaltam, hogy szia Zoli, és akkor mondta, hogy szia Patrik, nem tudom, hogy ismered-e a... Hogy mondta? Várjál. Nem tudom, hogy ismered-e a Erik haverját, XY-t, és akkor mondtam, hogy figyelj, és hülyeségben mondtam ezt, hogy figyelj, én egy ideje már nem játszok Erikkel, úgyhogy nem tudom, ilyen dilleres, enkóros barátai vannak. De ezt csak egy hülyeségképpen így megemlítettem, mert az Erikről azt kell tudni, hogy ő úgy szeret játszani, az Erik, hogy őt mindent megpróbál kifarmolni, próbál mindent könnyített módba játszani, tehát hogyha át lehet buggolni a falon, akkor ő átbuggol direkt. Tehát ez az ember, csak hülyeség beiktottam, és erre mondta, hogy na ezt én hogy értem, mondom mit? Mondom, ezt amit most mondtam. És én meg így mondtam, hogy bocsi, csak PS2-en nevet komolyan, és akkor, de ez nem hülyeség. És akkor én mondom, hogy oké, akkor elnézést kérek érte, nem akartalak megbántani. És akkor, hogy de ez nem, ez nagyon sértő, Patrik, nem tudom, hogy mondhatsz ilyet. És akkor figyelj, ez csak hülyeskedtem most, ezen mi volt a rossz? Mit mondtam rosszat? És akkor erre szólja, hogy mered emlegetni az XY-on előtt, hogy egyszer tudod, hogy ő is utálja Eriket. Mondom, ez a bajod? És akkor, hát mi más? És mondom, most annyi a bajod, hogy én annyit mondtam, hogy Erik? És érted, ezen, és ide forult a dolog, hogy már abba beleköt, hogy megemlítek egy olyan embert, aki úgy látszik, ő nem kedvel. És figyelj, most jön a gázrész, hogy ezután én megtudtam, mert Erik egyszer bejött a partimba, amikor nem tudom, kivel voltam már partiba, és akkor kijött, és ugye fél arra később, miközben játszottam, bejött a partiba Erik. És megszólalt, hogy Patrik, te amúgy kibeszéltél a hátam mögött? És miért beszéltelek volna ki? Mondom, nincsen veled semmi van. Meg mondtam még, nem tudom ki, blablabla, mondták, és akkor aki benn volt a partiba, az mind elmondta. Aki benn volt a partiba, az mind elmondta neki, hogy én kibeszéltem. És ez a nagy csalódás, hogy érted, hogy a legjobb haverom, hülye vagyok. Nem, bocsánat. A legjobb haverom is a izé mellett állt ki. Akivel már rosszban vagyok, barátom mellett, hogy ő is. És igazából őt akartam hívni velünk ezt nézni. Nem akarok vele ezért összeveszni, hogy most ő tényleg mit mondott, mert... Miért az a legjobb haverod? Tessék? Melyik az volt a legjobb haverod? Melyik volt a legjobb haverom? Mondom, miért ő volt, hogyha ilyen? Mert eddig nem gondoltam volna, hogy függetlenségéből, mert ő rá nem tartozik a balhé, ő csak benn volt partén, függetlenségéből mégis amellett áll ki, aki az egészet úszítja, mert hülye, alkoholista állat, amikor iszik. És nincsen bajom azzal, hogy a csávó iszik, igyon, ha ő illazol el, igyon. Persze. Csak az, hogy mellette áll ki, érted? Tehát mellette áll ki, amikor tudja jól, hogy egy, nem tartozik rá, hogy most ez kinek a hibája, senki mellett nem kéne kiállnia.
Max elmondja a véleményét, de az, hogy tényleg kijelenti, hogy én kibeszéltem az Eriket, és tényleg a Lacinak ad igazat, ez fájt. És nem fogom neki megemlíteni, mert leszarom. Legyen, jó, oké. Ez a ő véleménye, hogy ő szerinte én kibeszéltem Eriket, rendben van. Csak ez azért rossz érzés, hogy a Laci mellett áll ki. És én megmondtam Eriknek, hogy én igazából mit mondtam. És ő ezen nem az, hogy megsértődött, mikor megmondtam neki, hogy enkóros, dilleres enkóros barátai vannak, hanem ezen ő röhögött, és nevetett rajta egyet, hogy akkor úgy látszik, hogy a Laci félreértette. Hát mondom, akkor kibaszottó félreértette. Mert Laci kezdte el az egészet, hogy én kibeszéltem Eriket. És itt van a szarkeverés, hogy bebaszva bejön a partiba, behozza Erik barátját, akivel igazából már Erik kibékült, és akkor ő bebaszva, neki az esik le a beszédből, amit én mondok hülyeskedésből, hogy én kibeszélem Eriket. Ez esett le neki abból, de az, hogy ő mekkora egy paraszt volt, az nem. Na, és tehát ezt azért mondtam el neked, hogy ideig fajult az, hogy ő rá akart nagyon venni halál komolyan arra, hogy én desztinizek, és hogy szarekli minden Most más érted, miért játékot. akar rávenni egy Destiny, mikor szerintem te is már téged tudja, hogy neked olyan tudom, hogy bejönni a Destiny. Max eltöltesz vele egy pár órát, amit talán a sztorit kiviszed, de talán még azt se fogod, és rájössz, hogy ez a játék igazából a formulától áll, máshol nem. Aki szereti, szereti, aki nem az nem, és ez a többség igazából. Igen, de ezt most maga ebből azért mondtam el neked ezt a dolgot, mert téged is nagyon kedvelek, egy téged jobban ismerlek, mint őket, mert egy suliba jártunk, ugyanabban a városban lakszol én, szoktunk együtt menni suliba, jövünk haza suliból, és téged legfőképpen kedvelek, mert élőben is ismerlek, tudom, hogy nézel ki, és lehet, hogy köztünk nem lenne ilyen konfliktus, mint ami ebből történt, de megkérlek rá, hogy félek, hogy megint ez történne. Én hülyéskedek, Ezért, ezért... nagyon kevés. Azt, hogy töröld a deszét, azt Max azért mondom, mert ha nem tud játszani, mert nem fér rá a pecselés, akkor más nem tehetsz. Mint hogy letöröd, és hogy fogod a GTA-t, vagy valamit, amit akarsz játszani. Nem, Én akkor letörlöm a The Evil Within játékot. És akkor lesz rá Ó, helyem. az egy jó játék. Aztán majd később kiviszem. De most a Destiny-re kell a hely. Majd ha kiviszem a Destiny sztoriát, akkor majd utána letörlöm, és akkor lesz minden másra hely. Mert az kurva sokat Az visz. biztos. Ha. Tehát ez tuti. Csak hogy tényleg, hogy nem akarok abból bajt, hogy itten te meg azt mondod, hogy hol a GTA, a GTA. Ez mi is így, az, amit Ha te megcsinálsz, és az várjál, inkább gyerekes. ha hülyeskedsz, akkor jó van, rendben. Csak én tényleg igen, neked igazából megmondom, hogy neked több eszed van, mint annak az embernek. Nem mondom meg, mennyi az életkorod, de annyit mondok, hogy sokkal, sokkal idősebb, mint mi vagyunk. És nekem volt több eszem. Hát, van a baj. És itt az a gáz, hogy nekem volt több eszem, és nem neki. Nem tudom, mit csinálják, ez a baj. Tehát az a legjobb, ha várunk, aztán írsz, hogy meg lesz. Megkontrollálom, hogy valamikor később, hogy jó. Hát figyelj, én most per pillanat. De töltesz fel videót, nem? Azért akkor ennyire hangzik. Egy töltök fel videót. Kettő, azzal a játékkal játszok, amiről töltött fel videót, mert nagyon szeretem. Ugye a Darksiders 2-ről beszélek Darksiders neki. 2, az olyan. Árnak nemrég enkúroztam le ilyen díleresen, tudod, új részét. Aztán egészen bejön, addig a 3 az, ami a legjobban tetszett.
bátran valam, egyiket sem játszottam, így bele-bele néztem, de a három az egyik. Wow, ezt a kobbot még sose sikerült megcsinálnom. És olyan jó discountok vannak, vagy van egy pár játék, amiket is... Jaj. Én a pénzhez. És az emberre kapcsolatban én azt mondtam a kis barátom ma a kapcsolatban a többi barátomnak, hogy ha vele vannak partiba, akkor inkább engem ne hívjanak meg, mert nem vagyok már rá kíváncsi. Tehát figyelj, három év barátság van köztünk. Három év barátság. És csont óriásra harcolok éppen, úgyhogy elnézést a szaggatottba beszélek, csak ugye koncentrálnom is kell. Mert három éve jobban vagyok vele. És ez két alkalom elbaszta. Két alkalom, érted? És ez nagyon durva nálam. Ez nagyon durva nálam, hogyha akivel nagyon jobban vagyok, az két alkalom kell ahhoz, hogy teljesen tönkre menjen vele a kapcsolatom. És hogy azt mondjam, hogy nem kérek ebből. De így is az a baj, hogy már két hónapja basztak vele. És így is csodálkozom, hogy kibírtam eddig anélkül, hogy rászóljak, hogy elég. Na eddig fasza, eddig jó sokat levittem neki. Na. Ugye, én szerintem most lelépek addig, ami nem lesz jó a Destiny, és nem, akkor legalább addig gyorsabban jön az a két játék, mert ugye, hogyha parti vagyok, akkor valami nagyobb belapszik minket. Persze, ez neked előnye. Ruzanov X. Health per kill 48, viszont kevesebb a sebzés. Nem baj, jó lesz ez. De még egy valamit, amit meg akarok nézni. Ja. Ja, ez csak igazából annyi, hogy nagyon lassú fegyver és izé. Úgyhogy ez nekem tökéletes amúgy. Na gyerekek, gyors, akkor visszavisszük ezt. Hello.
Voilà. Nagyon jó. Na most visszamegyünk az első emeletre. Most visszavisszük ennek a királynak a cuccmákját. Mert hát ugye kell neki. Mégis ez volt ami a legkönnyebb, a legutolsó volt a legkönnyebb véleményem szerint. Ez az érdekes amúgy. Judgment is at hand. Humans, always so frightened. See your life as you truly live. It is finished. Your lord summons you. I am ever his servant. Oh. You forget your station, Nephilim. You may be a horseman, but I am a lord of the dead. And your king demands an audience. This realm belongs to corruption now. None alive can stand against it. You've misjudged me. You ride without the power of the seals at your back. You would not survive even the weakest trial of the realm. I brought low the arena's champion. That is but a game, Pale Rider. There are other trials meant to punish. Speak with the voice in the Gilded Arena. Ask of the Psychomeron. If you live, we will speak again. Most erre kell menni, ahol van a... Dust? What do you see? Hát nem. Erre kell menni. Innen hogy jutok ki? Hát nem így. És az a gáz, hogy most nem tudom. Hogy juthatnak? Ó, megvan. Megvan ez, gyerekek. Amúgy jó fele jövök egyáltalán? Hol a map? Map. De ahogy látom, nem itt van dolga. Aha, nem itt van dolga, hanem itt lesz valahol. Hát, jó van gyerekek, akkor majd innen folytatom a dolgokat. PlayStation.